nem régóta csinálom még. Mert aki így régebb óta figyel, az láthatja, hogy van rajtam egy ilyen alaki elváltozás, amit 20 kilónak hívnak. És hát én lényegében Terence Hillből lettem Bud Spencer. Ahogy maga Bud Spencer is egyébként, tehát hogy ő is a kövéren született, Terence Hill még nem hízott el, ez egy dolog. És hát ami a legszomorúbb az én alkatomban, hogy 30 év múlva erre fogom azt mondani, hogy milyen jól néztem ki. És hát eddig végig csak a rossz példát követtem, elmúlt a húsvét, most is csak ettünk, és nekem van egy baráti testvérpár ismerősöm, akiknek a karácsonyfájuk ilyen zsírfenyő volt. Rántott húsok lógtak rajta, meg lila hagymák. És a fenyőfa alatt ilyen karé fehér kenyérek mintába kirakva, úgyhogy ezektől őrizkedjünk. Na most sporton is nagyon sportoltam, hát annyit mondanék, hogy fekvőtámaszból közepes vagyok, mert lefelé nagyon megy. Vissza annyira nem, de leferéből 3000 tudok egyszerre tényleg, hogy amíg a szemüvegem bírja, vagy az arcom. És hát már gimnáziumban az iskola kört is tornaórán trollibusszal teljesítettük. Ami elég könnyen megy, mert föl kell szállni, kicsit le kell hajolni, a tanár ne vegyen észre. Amikor meg hosszú távfutás volt 3000 méter körpályán, akkor nagyon jól jött nekünk, hogy volt kalapácsvetéshez egy ilyen vasbeton fal, ahogy el lehetett bújni. Kihagyni néhány kört, csak ez arra kell figyelni, hogy mindig bójjal érkezzél és bójjal távozzál. És ott gyűltek az emberek, csak hát ugye amikor már csak 3-4 gyerek futott körbe-körbe, akkor jött a kiszavazó show, hogy valakit lökjünk ki. És ez pont ilyen egy ismerősöm mondta, hogy neki az osztályfőnökével mindig úgy volt, hogy amikor órán lejtette a krétát, akkor a stréberek mindig szaladtak fölvenni. Aztán egy idő után megunták, volt, aki szaladt, többiek csak dübögtek hátul. És akkor volt vége, amikor lejtette a krétát, és mindenki csak dübögött. És hát ha már itt tartunk, el kell mondanom, hogy én tanár gyerek vagyok. Anyám ugyanott tanított, ahova én jártam. Hát ebben a tanárverős időkben tulajdonképpen hát tudni kell, hogy ő a barikád másik oldalán harcolt. És hát nem az, hogy kihallatszott volna az iskolából, hogy ő tartja az órát, hanem így az utca túloldalán is rettegtek a járókelők, hogy feleltetés lesz. Törte, hogy osztunk. És hát anyám mindenkit tanított, vagy az apját, vagy az unokáját korepetálta, és hát akkor a tényező, hogy apámat szokták úgy emlegetni, hogy a kőhaminé férje. De volt olyan, aki engem is úgy szólított, hogy kőhaminé Zolika. Nem akart rossz helyet kapni, azért biztosra ment. És hát anyám igyekezett nem kivételezni velem, hát ennek a legsúlyosabb szélső értéke van egy barátom, akinek a saját édesapja volt az igazgatója, és ő nem kivételezik, ő iskolába is úgy vitte mindig, hogy a sarkon lefékezett, kitette, külön érkeztek, és a gyerek egyszer kapott igazgatói intőn, föl kell menni faterhoz, hát ő. De ő nem kivételezik, meg se ismerte, ott kezdődött az egész. Bevarta neki az intőt, és azt mondta, hogy vidd haza a szüleidnek aláíratni. Délután 2-kor megy haza a gyerek, apa ül otthon, mint egy másik személyiség. Mi van Aladár? Mi történt az iskolában? El kell mondani, apa kaptam egy igazgatói. Tényleg? És aláírtam elé ugyanazt a nevet, és másnap be kellett menni megmutatni, hogy a szülő aláírta. Azt nem tudom, hol tud ez fejlődni, tehát, hogy most már küld be apádat, beszélni akarok vele. És hát visszakanyarodva a fitness vonalhoz, hát így a táplálkozás vonalon gondoltam javítani, mert ugye az vagy, amit megeszel, hát ezt a kanibálok is így gondolták. Tényleg egyébként, tehát, hogy aki jól dobta a dárdát, annak a karját ették meg, aki jól futott annak a lábát, hát nem tudom, hogy milyen tudásra lettek szer néhány misszionális után, hogy A2 kanibál mondja, hogy hihetetlen tudok orgonál játszani. Nem tudom, mi az, de tudok.
Másik mondja, hát én meg nem tudok aludni, állandóan latinul éneklek. És hát letöltöttem az internetről az egészséges nemzetért népegészségügyi program táplálkozási tanácsokat. Hát nagyon megdöbbentő volt, úgyhogy most ismeretteljesztő jelleggel elmondanám, hogy a helyes táplálkozás arányai leginkább egy kis házhoz hasonlíthatóak, ez van odaírva. Hát ez nem tudom, kiben merült fel idáig, hogy ahhoz hasonlítaná. Ez úgy néz ki, hogy a alapja a gabonafélék, az a legnagyobb, az oldalfalai zöldség, gyümölcs, főzelék, és ugye a kis ház tetejének az egyik fele a hús, másik fele a tejtermék, és a kémény, a cukor meg a zsír. Hát én eddig főleg kéménnyel dolgoztam. Meg némi kiszolgáló épület, szóval ez a... Hát egy ilyen ipari gyárkémény mellett el sufni. Na de mi az, ami kimaradt, ki tudja? Az alkohol. Hát az alkohol az még az antennája se, szóval az a... Az a hőszigetelés, vagy a közös költség valószínűleg. Vagy ahhoz kell venni egy külön hobbitelket, ez lehet, úgyhogy most én új házat építek, és hát van egy író barátom, Csernaszabó András, földim is, és egymás rajongói vagyunk, mondhatjuk így szerintelenül. Ő író, és elég sokat fölmerül az alkohol az ő munkásságában is. Hát én meg ittam idáig, és hát így próbáltam vele értelődni, hogy hát az a baj, hogy főleg kocsmákba lépek föl, könyvtárba meg igen kevesen. Erre azt mondta, én meg csak könyvtárba lépek föl, de nagyon sok bort meg tudok inni. És ami a hosszú élet titka mi lehet, nekem van egy barátom, már itt megénekeltem egyszer, 80 éves, és őt szerintem a kár öröm tartja életbe. Tehát így, hogyha vannak kirakva ilyen patkányírtó szerek, abba beszerel ilyen mű egérfarkat így betol, hogy megijedjenek a nők, illetve dolgozik az önjáró cápa uszonyon, amit ugye a Balatonba fog keresztbe elengedni, és ő ennek örül. És most volt kórházban, és nem volt megelégedve az orvossal. A végén oda ment egy boríték, hogy ezt mindenképpen átadnám, becsúsztatta a zsebébe, bele volt írva, nem nyert. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, én Kőhalmi Zoltán vagyok, ez a júniusi rádiókabaré második félideje, és rögtön a lényegre is térnék, el szeretném mesélni, hogy járok a gyerekeimmel moziba, mert így próbálom bennük kialakítani a képet, hogy apával jó. Hát úgy, apával vagy és jó, akkor ez lassan már úgy kialakul, tehát, hogy akkor már úgy tűnik, hogy apa pattogtatta a kukoricát, meg a digitális trükköket is ő csinálta, tehát, hogy apával jó. Ezt főleg az elvált apukák szokták csinálni, de én mindenre készülök már. És hát apa meg úgy van vele, hogy kibírja azt a másfél órát ilyen neonsörényi pónikból, hát majd nem néz oda. Mert hát annak idején feleségemmel is végig tudtam ülni a Titanicot, ami hát egy büntetés volt. Szó szerint büntetés volt, mert előtte én elvittem az Alien 4 című filmre. Úgy, hogy ő addig egy Alien sem látott. Most nem akarok neki reklámot csinálni, nem tudom ki látta ki, ilyen szörnyes film, de ha valaki nem látta az Alient, ne a 4-gyel kezdje. A 21. perc van, amikor már Alien gyilkol meg Alient, én akkor sziszentem fel először, de a feleségem sokkot kapott, és azt mondta, hogy mivel Alien 4, én ezért 4 romantikus filmmel jövök neki. Hát nagyon jó, hogy nem a piszkos 12-t néztük, ami... Azt se láttam még, de már nem is fogja. És hát a Titanicot néztük meg, de az olyan hosszú, hogy az 2-t ért. Mert azt mondanám, hogy hát sokkal hosszabb, mint amilyen jó. Viszont pont olyan romantikus, mint amilyen hosszú, tehát, hogy a... A Titanic gyakorlatilag a romantikus filmek alienje. Egy ilyen nagyon sűrű koncentrátum. Na most ebből indulok ki, ha gyerekkel megyek moziba akkor is. Hát a legelejét nagyon elszúrtam, mert amikor először volt 4 napig csak velem, anyja nélkül, mondom, menjünk el moziba, apával jó. Megnéztük a Bambi 2 című filmet, pontosan most meg akartuk nézni, mert egy perc után kapott zokogó rohamot. A Bambi 2 úgy kezdődik, hogy a jeges zivatarba áll a szarvasapuka meg a kis Bambi. Szarvas annyit mond, anyád nem jöhet többet, meghalt! Még 3 napig én voltam a gyerekkel és zokogott.
És hát azóta én nagyon megválogatom, hogy mit nézzünk. Na most az alapelvem az, hogy semmi erőszak, de tényleg semmi erőszak. A számítógépes játékokra is mondják, hogy olyan agresszívvá teszik az embert. Hát én csak olyat engedek nekik, hogy így egérrel lehet színezgetni a pillangót szülői felügyelettel. De én nagyon ideges tudok lenni a mellé kattintanak. Hát akkor meg már lába nem lila, nem érted, hogy nem lila? És akkor meg már őt ütöm, mert ő van ott. Mondjuk én meg a Tom és Jerry nőttem föl, attól is nagyon féltettek bennünket, hát azóta is úgy viszonylag kevés ember fejére ejtettem bowlinggolyót a vasalódeszkáról, meg úgy senkinek nem csempésztem dinamit rudat a szendvicsébe. Mondjuk az egereket gyűlölöm nagyon, meg így meg tudok állni a levegőbe, meg ha futni kell, úgy indulok előtt, hogy így ledítem a lábamat, és akkor úgy, de az erőszak az nem. Megnéztünk előre minden filmajánlót, ugye csak mindenkinek nézhető, tehát korhatár nélküli filmekből, de hát a Kardfogú tigris nagyon félelmetes jégkorszakot sohasem látod, majd a 18. születésnapodon megnézed egymagad. És amivel a legkevesebb az erőszak, kiválasztottuk ez a Malac a pázban című alkotás. Nem tudom, ki látta Malac a pázban esetleg. Akkor mindenki nézzen le maga el, és úgy tegye fel a kezét, tehát hogy tudom, hogy ezt nem lehet vállalni, de majd azt mondom, neked is van gyereked, aztán jó, hát senki nulláról így erős lesz, hogy a szikár tényekre hagyatkozom. Csak na most a malac a pázlamban annyi csak az erőszak, hogy van egy malac, akit majdnem megesznek, de nem. Ne aggódj, nem eszik meg, de a gyereket így is nagyon foglalkoztat, hogy apa, mi akarják megenni a malacot. Hát, mondom, nyerd le a májkrémes kenyeret, aztán majd elmesélem. Nem mutatnám be, hogy az egész hűtőt, de úgy vannak malacok, akiket megesznek, de ezt nem fogják. Mert van egy kis barátja, a pók. Ez egy ilyen mese. Nagyon népszerű angol mese, álltak ezen nőtt fel az egész brit birodalom. Hát ez utólag sok mindent megmagyaráz, hogy miért ott virágzott ki az abszurd humor. A kis barátja, a pók. Az üzeneteket sző a hálójába az embereknek, hogy ne egyék meg a malacot, mert egy jó malac. Hát innen már csak egy lépés a varázslatos paradicsom leves, hogy így nyúlnál bele a kanállal, és betűtésztából írjak, hogy tegyél vissza a hűtőbe. Fiatal vagyok még, tényleg. Vigyél vissza a természetbe, élnek, hogy öntsél rá a palántákra, nem tudom. Hát ezt vártam a filmtől, fölkészültünk, beültünk, az egész moziteremben vasárnap délelőtt Corvin mozi. Csak 4 éves gyermekek, meg elvált apukák. Meg én. Csak hát nem számoltunk a filmajánlókkal. Ők meg nem számoltak velünk. És csak ilyen 32 éven felülieknek filmek, tehát inkább azt mondanám 72 éven felülieknek, hogy aki már így legalább egy világháborút átélt, azt tudja elviselni. Hát ilyen bácsik égnek az utcán, meg úgy kivégzések, miért van a bácsi denevérnek öltözem élő mindenkit fejbe. És hát mindez Dolby Surround-ba kapott, tehát le se tudott kapcsolni mint az esti mesét, hanem így hallgatott körbe, hát próbáltam így a szem elé tenni, hogy nézd csak milyen érdekes szalvéta. És végül amellett döntöttem, hogy így egybe letakarom a szemét meg a fülét, meg akkor már száját is, és mint egy ilyen, így a koala fára így beleültem az arcába. És akkor gondoltam rá először, hogy lehet, hogy a malac mégsem éri túl. És hogy eleve milyen kétértelmű volt ez, hogy malac a pázban. Sült krumplival, uborka salátával, az úgy már teljesen már. És hát akkor nem tudtam rávenni a velvet a bugárat, hogy most rögtön rohamozzuk meg a termet és lincseljük meg a mozigépészt, hanem én egy ilyen utólag e-mailbe keménykedő típus vagyok. És azóta én levelezésben vagyok így a Corvin mozival, a fogyasztóvédelmi főfelügyelettel, a malacapázban mindenkivel, és ez a levelezés bekerült a számítógépemen a Zoli reklamál mappába. Ami egy ilyen nagy mappa, tehát
Hát van az Oli reklamám appa, meg némi kóborfájlok így mellesleg, és hát a legnagyobb levelezésem az IKEA-val van. Lehet, hogy ezt nem lehet kimondani, úgyhogy van egy nagy levelezésem egy ilyen északi bútoráruházzal, aki növényi eredetű dolgokat szerel rakva, és hogy majd te majd összeszereled egymagad. Minden a Jürgensburg emeletes ágya kezdődött. Amit hát megvettem, és le van, nem, nincs is leírva, csak így le van rajzolva egy ilyen vidám menőmanó, aki egyetlen menőmanó, aki nem szívja meg, nem rak össze semmit, és csak úgy azt mosolyog rajta, és le van rajzolva a kis szegecs, a kis kalapács, és mellé van írva, szorozva 275-tel. Ez csak úgy oda lopták, de az nem volt rárajzolva, hogy egyszer se fog belemenni, tehát, hogy abba 275-ször fogja visítva újra fúrni az egészet. És úgy éreztem, hogy megadom a kegyelem döfé, és nekik is írok egy levelet. Nagyon szépen felépített levél volt, tehát úgy indult, hogy a tegnapi napomat a Jürgensburg emeletes ágy összeszerelésével töltöttem, és ahogy területi képviselőjük írta, nagyon sok új és kreatív élményben volt részem. És így ment fölfelé egy egyre erősebb lett. Név szerint mondjátok meg, hogy kitervezte, hogy név szerint tudjam szívni. És amúgy is otthon szórakozzatok. Elküldtem, 3 napig vártam a válaszlevelet, megjött, az volt beleírva. Köszönjük, hogy érdeklődtél termékeny irány. Nem érdeklődtem, infarktust akartam kapni. Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Én vagyok az. Ezt elmondanám, és hát egy helyreigazításra kell kezdenem. Néhány kabaréval ezelőtt elmeséltem, már csak a borfogyasztó közönség miatt is. Volt egy szobatársam, aki minden este úgy próbált meg lefeküdni, hogy felnyitott az ágynemű tartót, azzal lendette beleesett, magára csukta és elaludt, és reggel úgy ébredt, mint a Kill Bill 2-ből, hogy élve eltemetve, és ilyen öngyújtóval nézte, hogy megint kibe kötött bele. Hát nem minden este volt így, csak egyszer, és nem egy szobatársam volt, hanem én, de ez egy apróság, azt mondom, nem iszok szilvapálinkát, úgyhogy ez fontos volt elmondanom. Na most egy ilyen Blues Brothers-esen kezdeném, hogy egy nagyon-nagyon messzi, nagyon súnya városból érkeztünk ebbe a nagyon szép városba, és hát ott is tavasz van, de nagyon furcsa, tehát ott ilyen városi tavasz van Budapesten. Az első nap, amikor bemondták, hogy lehet, hogy jobb idő lesz, akkor reggel 7:30-kor fék ez a Family Frost a pocsolyába. Nem veszel-e fagylaltot rögtön, nem tudom, de hát, hogy ez a beelőzi a természetet is tulajdonképpen, hogy aztán jön a rügyezés, madárcsicsergés, és a medvék is valószínűleg erre a hangra ébrednek, tehát tudják, hogy föl kell kelni itt a Family Frost, és ami még a városi tavasz, hát a biciklisták, most volt biciklis megmozdulás, critical mass, kritikus tömeg, hát az húsvétkor is volt, csak akkor kritikus rendőrséggel is, és ez ilyen biciklis parádé, hogy mindenki fölemeli a biciklit, ami ugyanis nem dobja el mégsem. Hát olyannak érkednek, amit az autósok nem tudnak, tehát hogy nincsenek ilyen öntudatos jeepesek, akik így nyögnek a terepjáró alatt, és hülánk is, figyelj, itt vagyunk mi is. Az a jó, hát ilyen vasárnap délután besörözött, beszívott apukák, keresik a biciklit, ha mindjárt emelni kell. Fölemeli, kinyomja, és azt mondja, a gyerek. És ilyenkor jön az, hogy látod, ezért van kisfiam, hogy rád kell esisak, apára meg nem. Mondtam, hogy figyeljél, úgyhogy ők azok. Na most turnéra jöttünk, nem nagy turné, egy állomásos, de hát kis ország. Na most, hát a rockstárokéval vetekszik a népszerűségünk, itt a rádiókabaréban, meg hát tulajdonképpen ezt azért mondom, vannak teljesen ismeretlen rockstárok is, tehát hogy ugye vannak azok, akikre már nem emlékeznek, miután meghalt, meg vannak azok, akikre akkor sem emlékeznek, amikor élnek, hogy minden nap látod a tévét, ez már megint ki lehet, nem tudod kérni. Na most, ami az egyik legdurvább fellépő élményem múlt héten volt, Felméri Péter kollégámmal mentem autóval, ő vezetett. Nem tudom, ki ismeri Felméri Pétert esetleg. Rádióban nem látják, nem kell szégyelni. Jó, ha kevesebb, mint engem, az nagyon jó, csak hogy egy páran tudjuk. Hát ő egy ilyen erdélyi informatikus srác, végtelenül nyugodt, és azzal indított, Zoli, én még sose szabálytalankodtam, de sose. És csak az odaúton 16 olyat követett el, hogy úgy elveszik a jogosítványodat, hogy ilyen átnevelése sincs már mód. Tehát, hogy hátul sem ülhetsz már autóba többet. Tolatott az autópályán, ezt csinálta.
De én eddig még sose szabálytalan voltam, mert szerintem nem is vetettél, mondom. És úgy érezte maga, nem tudom, ki emlékszik, még a Chandler filmekben van az apáca, az közlekedik így, hogy neki se tűnt fel, hogy szabálytalankodik, csak a végén nem hiányzott a fél autó. És ezt éreztem rajta is, de hát megoldott a fő gond, az volt, hogy neki egy ilyen feltört román GPS-e volt, mert informatikus ő feltörte. Hát az a GPS, az több autópályáról nem tudott, vagy nem akarta elismerni, nem tudom, hogy... Mondom, lehet, hogy még Szolnoknál van a határ, még átjött, nem tudom. De hogy van románul a Dunaújváros? Na most... Hát én nem nagyon szóltam bele, mert hát nálunk a feleségem vezető se régóta, és úgy szerzi az önbizalmat, hogy interneten néz más nőket rosszul beparkolni, és ezen röhög. És ezen kapom, mikor éjszaka hazamegyek, hogy nézi. És hát én pedig annak idején még azt a lábbahajtós moszkvicsot is meghúztam, és hát bátyának nem tudtam hitelesen fölvázolni a káresetet. De átvette, illetve volt ez a távirányítós autóverseny az iskolában nálunk, szigorúan zsinóros távirányítós, szóval ez a ilyen rádiós, az csak a nőgyógyász gyerekének volt, azt nem engedték, hogy ő versenyezzen, illetve volt még egy srác, akit diszkvalifikáltunk, ő így futott előre és húzta maga után a hordjáról. De ez a klasszikus csak előre, na most hát a slalom kategóriában rossz voltam, de a nyíl egyenesen gyorsulásban nagyon jó, mert mindenki azzal vesztett időt, hogy nem tudta pont egyenesen beállítani, és így korrigálgatott. Nekem viszont volt műszaki tím, apám szikszalaggal beállított a milliméter pontosan előre, és így nyomott végig szaladt az egészet. És hát az ideális ív föl volt rajzolva tulajdonképpen, egy egyenes, mint a Schumacher sisakján volt annak idején GPS-szel, akárhova nézett, föl volt rajzolva. Na most ez nem volt fölrajzolva a felmérinek, vagy zavarták a románok, nem tudom, és a végén úgy érkeztünk meg, hogy már telefonos segítséggel, és egy ilyen borrasztó nagy átfordulás, dupla záróvonal, zebra, járda, díszburkolat, virágágyás. És így leállítja, és azt mondta, hogy a visszaút már keményebb lesz, ahhoz világítás is kellene. Most már csak a borról elmondom, voltam egy ilyen hiperborászatba, tehát ez a 2004-ben épült gótikus stílusba. És ilyen fahordókba érledik a bort, utána meg bazi nagy fémtartályokba. Szóval előtte így mutatóba is egy olyan 100 000 forintért tarthatod ott a borodat, amit néha ott megihatsz. Hát szerintem egy ilyen plusz 100 000 még egy ilyen vastag porréteget ráraknak, hogy ilyen ódonnak tűnjön. És azt tudtam meg, hogy a újonnan épült pincékbe nincsen penész. És a régi kisebb pincészetek abból élnek, hogy így eladják nekik. Tehát, hogy vannak ilyen penész dílerek valószínűleg, hogy ilyen rossz arcú beborozott fickók ilyen vakta táskával, vagy oda-oldalónak, hogy penész nem kell. Pók nem érdekel. Ezt nyomják valószínűleg, na most hát én nem ilyen helyeken ittam régebben, csak hogy de már az ágynemű tartós történet befejezzem, tehát nekünk volt egy egyetemi kocsmánk, ami hát ilyen műszaki egyetemi kocsma, ha én odáig eljutottam, úgy éreztem, egyetemen voltam. Hát, hogy ugye a tanárokkal is ott találkoztál, ők sem mentek be órára, hanem ott fogyasztottunk, és hát az olyan hely, hogy a csapos is meg tud oldani ilyen közepesebb szilárdságtan példát, és így a egyik kézzel csapol, a másik kézzel belejavít a szebb lányoknak a rajzaiba, és hát ott mindenki törzsendék volt tulajdonképpen, hát voltak ilyennyire, a törzsendésének az a lényege, hogy nem kérdezik meg, hogy mit kérsz, és azt kéred tulajdonképpen. És voltak emberek, akik jöttek ki az egyetem kerítésén, már a túloldalon meglátta a csapos, már a sörön rajta volt a sörnyitó, és csak így bólintani kellett, és mire beért, már ki volt töltve. És volt egy-két szerencsétlen ember, aki diplomaosztón elkövette azt, hogy diplomaosztó előtt térjünk be anyuékkal a Libella sörözőbe. A anyu, ide szoktunk járni teljes kávézni. És bementek, és kihúzták előjük Hubertus Unicum, Hubertus Unicum. Ez a törzs vendégség. És hogy azt a turnészállat lekerekítsem, föléptem a saját volt gimnáziumi kollégiumomba, szörnyű volt az élmény a régi találkozással, tehát a fiatalságommal tulajdonképpen. Azt se tudtam, hogy lépek föl, nem volt váltócipőm. Nem tudtam, hogy mi lesz. És hát ez egy ilyen furcsa hely volt, matematikusokkal laktam együtt, volt almi barátom, aki úgy írt, hogy nem írt szó közt.
erre hagynék időt, tehát hogy matematikailag gondolta, hogy végül is minden jelet lerakott, hát nem pont úgy, ahogy azt várták. A szó közt az külön nyújtotta be angolból egy 3-4 oldalt. Önmagában arra azért kapott egyest a nyelvtanra azért, mert nem írt szó közt. És amikor a negyedik év végén volt egy olyan óra, hogy most bármit lehet kérdezni osztályfőnöktől, ő annyit kérdezett titkosan, szokott-e kapálgatni, vagy más mezőgazdasági munkát végezni. Tehát őt 4 éven keresztül ezt foglalkoztatta, hogy már meg akarom tudni, tényleg meg akarom tudni. Eddig nem mehetem, de most már meg akarom tudni. Na most jótékonyság volt, nem kértem pénzt, elsütöttem nekik ezt, hogy nem kértem pénzt, mert akkor idén ők már nem esznek. De mondták, hogy így sincs a különbség. És tényleg az volt, mindig úgy volt, vasárnap leindult egy adag kajával, azt a negyedikesek még aznap elfogyasztották, és csütörtökig abból éltél így, ami a gyomrodban volt, és hát csütörtök estén már ilyen szabad csapatok járták a kollégiumot ilyen eltitkolt májként konzervekért, és én akkor szoktam rá a torma önmagában evő kanállal, azt tudom fogyasztani, és a végén kérdezték, hogy ha mégis hát pénzt nem kértem, akkor legalább egy menza vacsorája nem maradok. Hát az nem, az biztos, szóval ez a töpörtjű krémes szendvicset többet nem ennék. Ez biztos, és hát amiből ráéreztem, hogy ott vagyok, ahol én voltam, beléptem, és azt mondták, a hangos bemondó Tesla rádió, Kőhalmi Zoltán műsorára, akit érdek, azt nem várnak a portán már meg. Én élekem, hogy saját apám nem jöhetett föl, és hát ott a portások voltak az istenségek, volt egy olyan portásunk, aki hát unatkozott mindig magába, és úgy 2 havonta vagy 1/2 évente néha nevetni akart, és akkor bemondta azt, hogy Nyilas Misi pakkot kapott. Ezen csak ő nevetett, és úgy nem tudtuk, hogy mikor jött rá, hogy olyan régen rögtem már, Nyilas Misi pakkot kapott, és megint elég volt egy pár hónapra. Hát mindennek ők voltak az urai, a portások, akkor még nem volt ilyen mágneses beengedőrendszernek új lenyomat, van most már olyan egyetem, hogy új lenyomatos beengedőrendszer van. Csak egy kockás spirálfüzet volt, aki kiment, kapott egy számot. Visszajött, be kell mondani, bekarikázta. Kicsit késtél, azt mondta, most a te nevedet pirossal karikázom be. Soha nem tudtuk meg mi a következni, de nagyon rettegtünk, hogy pirossal van bekarikázva. És évek múlva tudtam meg, hogy voltak külsős emberek, akik bejártak pingpongozni, úgyhogy nem is tudták, hogy nem szabad bemenni, mert mindig kérdezte a portás, mondj egy számot. 270. El volt intézve, bejutottak. Tehát ez volt a titkos beengedő rendszer, és hát csak a szabályokról elmondanám, milyen fontos fegyelem van bizonyos helyeken. A Széchenyi fürdőben láttam kiírva, hogy a szaunában borotválkozni, illetve otthonról hozott ételt fogyasztani tilos. Szerintem sok minden nem szabad, tehát sem kerékpározni, sem modellt építeni, de arra még nem volt precedens, erre valószínűleg volt. És ami nekem a legszebb a szabályokból, és ezt bevezetném egyébként a rádiókabaréba is, mert sose szoktam csúnyán beszélni, csak hogyha iszom, tehát lényegében minden délután, de ez nem tartozik ide. És van egy hely, ahol én bejárok, ez a HVG szerkesztőség fotórovat, nem mondanám, hogy dolgozok, csak megtűrnek ott, és ott az a rendszer, hogy valaki mond egy csúnya szót, 20 forintot fizet. Azt gyűjtik egy korsóba, és hiába tudják az emberek, hogy nem szabad, mégis elszalad egyszer-egyszer, le kell perkálni. És az a legjobb az egészben, amikor csak 100-asod van, azt így benhagyod, hogy te meg tolt föl magadnak a mocskos rohadt pénzedet, levásárolod. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm mindenki nagyon nagy szeretettel, én Kőhalmi Zoltán vagyok, és hát az itt ülőket külön köszöntöm, és hát becsüljük meg, hogy ilyen melegben ülünk, mert ezt a rádióhallgatóknak otthon önerőből kell megoldani, ez mindenképpen hát benne van a jegyárban, azt kell, hogy mondjam, a fűtés, ez már nem mindegy, mert spórolni kell a gázzal, ezt mindenki megmondta, én várom a pillanatot, hogy majd kommandósok rúgják rám az ajtót, hogy így észrevették, nem vettem-e takarékra a teavizet meg, vagy tényleg apa is akkor is folyatja a meleg vizet, mikor még csak szappanol zuhanyozás közben, úgyhogy erre mindenképpen vigyázzunk, és hát sokan bántják az oroszokat, hogy pont ebbe a hidegbe kellett csinálni, de hát ebbe a globális felmelegedésbe a Putyinnak erre a néhány jó térre kell koncentrálni, hogy ez valahogy meglegyen, és nem tudom, ki tudja, annak, hogy az ősembernél evolúciósan az volt a leghasznosabb,
amit most azt mondanak, hogy túlsúlyos, kórosan elhízott, hogy a télre ki tud mennyi zsírt elraktározni. Erre előbb-utóbb szükségünk lesz valószínűleg, tehát hogy meddig húzott ki az az egy sarki rókával, amit elfogyasztottál. Hát ugye a Sóbek Norbi nem sokáig élne meg a vadonba, és úgy rajtam is kezd előjönni ez az ősi vér. Na most volt egy ilyen tudományos kutatás, bebizonyították, hogy az embernek pont ugyan jó a szaglása, mint a kutyának, csak hogy így felegyenesedett, így eltávolodott a földtől, és nem érzi a jól a szagokat. Nem tudom, volt-e ellenpróba gólyalábas kutyákkal, hogy ők mit éreznek, de azt mondják, hogy az tény, hogyha többi érzékszervét kizárják az embernek,